Nem rossz az. Az átvétel után gól! Berince. És egy másik újpesti közönség kedvencet is láthattunk. Ő is nagyjából ennyire hatékony volt. Kabát Péter, itt pedig Berince gólja. Gyergényi. És egy fejes. Elmegy a kapufa mellett. És Serafimov fejelte rá a labdát. Nem sokat tévedett. És az nem is rossz így. Egy ullózó mozdulat. Veszélyes volt. Itt fölpörgeti magának. Nagyon gyorsan reagál. És majdnem befért oda a jobb felsőbe. Nem volt kellő erő azért ebben a lövésben, meg azért mellé is ment. Jön a bedobás. Gergényi messzire be tudja hajítani. Croazé sarokkal. Skribek lövése! Zalai részről. Skribek nem sokat vacakol, ballal lövi rá. Ott, ahogy látja, hogy megvan a lehetőség, már lő is. És Banai véd. És egy lövés! És szabálytalanság. Újpesti szabadrúgás következhet. Nagy kérdés, hogy a cserék előtt vagy után. Itt indul el Pavuljevic, és Gergényi az, aki a mezénél fogva visszahúzza őt. És Pavuljevicet ápolni. Hűha! Közben egy piros lap. Pavuljevicnek is Gergényit kell ápolni. Makot hagyja ott. Mitrovics mögötte. Ez sem rossz. Borukov gól! Egyenlít az Alaegerszeg. A mezőkövesd után az Újpest csapatának a kapujába is betalál ebben a szezonban Kosta. Halilovics szép megoldása után indul, jók voltak a cselek, aztán az előretett labda is, Borukov az első NB1-es meccsén gólpasszt ad, Kosta pedig gólt fejjel. És még mindig van hátra több mint 5 perc a rendes játékidőből. Ubocsioma megcsinálja a cselt, az lövőhelyzet, Ubocsioma mellé megy az újabb gólhoz. Az Alaegerszeg. Ubocsioma csele. De nincs gól. Croazé egyedül. Croazé teker. És kapufa. 10 emberrel is tudott helyzetet kialakítani az Újpest. Itt Croazé. Kis bosszankodás után. Aztán a tekerés. Innen látjuk majd igazán jól. Igen, ez Demjén tolta a kapufára. És közben Waltner is kap egy sárga lapot. Croazé gyönyörűen fordul le Lesjákról. És van ember a jobb oldalon. Ott a lövés, és gól! És gól! 10 emberrel is. Az nem más, mint Croazé, aki fantasztikusan fordult le Lesjákról. Itt látható, és aztán adja a labdát, de itt még azért természetesen meg kellett csinálni a cselt, és ilyen higgadtan ballal behelyezni a jobb alsóba a labdát. Másfél perc még a hátralévő idő. Kosta, Spoljarics 2-2! Bielos után Spoljarics is betalál. Na, kirúg még gólt a hajrában. És tényleg mindig sok gólos meccseket játszanak itt Újpesten.